Dr. Simicsko István Magyarország honvédelmi minisztere hivatalos látogatáson fogadta Budapesten Damir Krisztičević horvát védelmi minisztert. A megbeszéléseket követő sajtótájékoztatón a magyar tárcavezető elmondta, áttekintették a két ország katonai kapcsolatait, amelyeket kiválónak értékeltek. Megerősítették azon szándékukat, hogy a két ország a kölcsönös tisztelet jegyében további lépéseket tesz az együttműködés erősítése érdekében. Katona együttműködésünk vonatkozásában egyre több a közös hadgyakorlaton való együttműködés és részvételünk. Что se tiče naše vojne suradnje, sve je onih vježbi na kojima smo zajednički, odnosno i jedna i druga strana prisutna. A közös képzésben, kiképzésben is előre tudtunk lépni az elmúlt időszakban. Jednako tako u proteklom razdoblju napravili smo iskorak vezano za zajedničku edukaciju i osposobljavanje. Terveink között szerepel a két ország hadserege közötti különleges műveleti gyakorlatnak a létrehozása. Természetesen az identitás kérdését is érintettük, hiszen mind a két nép arról híres, hogy szereti a hazáját, mint a horvát emberek, mind a magyar emberek. Isto tako smo se dotaknuli i identiteta dvaju naroda, jer je opće poznato da su na svoj identitet jednako ponosni i hrvatski, i mađarski národ. És szeretnénk megmaradni magyarnak, és szeretnének megmaradni horvátnak, és ezt mi tiszteletben tartjuk, és azt hiszem, hogy ez a jövő. A horvát védelmi miniszter elmondta, a két szomszédos, jóbaráti nép számára egyaránt fontos a védelmi erők fejlesztése, különös tekintettel a hadipari együttműködésre. Damir Krisztičević kiemelte, mivel Horvátország és Magyarország egyaránt stabilizációs tényező a délkelet-európai régióban, hatékony együttműködési keretben mindkét állam hozzájárulhat az itt felmerülő európai integrációs feladatokhoz.